Az első percekben tartották a lépést a gödöllővel a hazaiak, 4-4 után azonban 5-0-ás sorozatot produkáltak a vendégek. Előnyüket őrizték is az egész félidőben, amely 12-18-as eredménnyel ért véget. Fordulás után elkezdett zárkózni a Nyírbátor, és 24-24-nél utól is érték ellenfelüket. Sőt, a vezetést is átvette a házigazda, ez azonban csak átmenetinek bizonyult. 30-30-nál egy időkérés után a gödöllő szerzett gólt, és mivel a válaszra már nem maradt elég idő, egy gólos vereséget szenvedett Tréki Tamás együttese. Az eredmény miatt csalódott vagyok, és az első félidei játék miatt is, mert úgy gondolom, hogy az első félidő gyakorlatilag érthetetlen volt, és hát értékelhetetlen, mind védekezésben, mind támadásban. Enerváltan lassan kézilabdáztunk, akarati tényezőkbe is fölülmúlt bennünket a vendég együttes. Aztán a második félidőben megváltozott a játék képe, úgy gondolom, hogy akik csereként beálltak, mind hozzá tudtak tenni. Ennek köszönhetően szépen kemény sziszifuszi munkával ledolgoztuk azt a tetemes sátrányt. Megfordítottuk az eredmény, sajnos a végjátékban csúszott egy-két olyan technikai hiba, ami végül is a vereséget eredményezte. De a második fél időben mutatott hozzáállás vinne bennünket előre. Tehát ez lenne az alap. Az edző szerint nem először fordult elő, hogy az első fél időben jelentős hátrányba került csapata. Ugye ez múlt héten a DVTK-n, és így volt ugye gyakorlatilag az első fél időben. Összeszedtünk egy olyan hátrányt, amit ledolgozni gyakorlatilag nem is lehetett, de viszont nagyon jó második fél időt produkáltunk ott is. Itt még az utazásra se foghatjuk, hogy most messzere kellett utazni, tehát gyakorlatilag ez hétről hétre tendencia. Nem tudom, hogy a melegítésen csúszik ez meg, vagy mentális, vagy olyan tényezők miatt, vagy nem is tudom. Tehát ez egy rejtély számomra egyébként, meg utána az is rejtély, utána mégis miből tudunk akkor olyan erőt meríteni, amit a második fél időben mutatunk. Tehát ez ilyen nagyon kettős érzés nekem. Tehenélkül lehetne itt játszani, és... Tehát ez a célunk, hogy tudjunk pontokat szerezni, akár idegenbe, akár itthon a két bajnok esélyesen, meg hogy kiszolgáljuk ezt a kiváló közönséget. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Salgótarján 29-37, Hajdúnánás Svác 29-31 és Hajdúszoboszló DVTK 17-34. A tabella élén a 18 pontos DVTK áll, megelőzve a 16 pontos Salgótarjánt. A 3 ponttal 8. Nyírbátor vasárnap, a 11 ponttal 4. Vác otthonában lép pályára.